Székesfehérvár honlapján már elérhető az a hálózati térkép és útvonal tervező, amelyből megismerhetők a helyi közlekedésben tervezett hálózatbővítés részletei. A szakemberek minden járatútvonalra összefoglalták, hol milyen változások várhatók, és hol nem lesz módosítás. Az utazó közönség egy része örül, hogy változik a közösségi közlekedés. Nem néztem még meg, de majd szakítok rá időt. Bár mínuszban vagyok, de majd lyukas 5 percet megpróbálok. Elég nagy szükség van szerintem rá, mondjuk én keveset megyek busszal. Azt gondolom, nyilván a szakemberek készítették elő, én nagyon kevés ideje járok busszal, úgyhogy sok minden tapasztalatom még vagy a buszközlekedésből nincsen sajnos. De így a kórház, meg a vasútállomás, meg ezek, én egyetértek vele mindenképpen. Év elején a hálózatot már megismerhették a fehérváriak, most a pontos menetrend is fent van a város honlapján. Most elkészült a teljes menetrend, percre pontos menetrendje is. Ezt tettük föl és hirdettük meg a város honlapján keresztül, nyilván teljes vonalrendszerrel, pontos menetrendekkel, egy útvonaltervezővel, ahol mindenki be tudja állítani, hogy éppen hova szeretne menni. Nyilván itt a legfontosabb, hogy igyekeztünk a buszok számát nem változtatni, tehát nyilván hiába hosszabbodott meg a járat, attól még ugyanazt a számot viseli, hogy nyilván ne nagyon kelljen átállni a közösségi közlekedést használóknak. A korábbi tervezetek alapján jelentős, körülbelül évi 350 ezer kilométer teljesítménnyel megnövelt rendszerrel terveztek a szakemberek. Az üzemidő is bővült, így a városrészek nagy része éjfél környékéig elérhető lesz. Sokkal hosszabbak lesznek így a járatok, ezzel az átszállásokat csökkentjük. Gyakorlatilag minden városrészből elértük, hogy a kórház, vasútállomás, piactér megközelíthető legyen, úgyhogy én bízom benne, hogy a székesfehérváriak nagy megelégedésére szolgál ez a hálózati módosítás. Várhatóan augusztustól fogjuk majd bevezetni, akkorra már itt lesz néhány elektromos szóló busz is, tehát ők is becsatlakoznak majd a hálózatba, és a következő napokban pedig kérjük, hogy véleményezzék ezt a hálózatot és menetrendet. Több lakossági fórumot is tartunk a következő másfél hétben, igyekszünk minden városrészbe eljutni. Az önkormányzat kéri, mindenki nézze át, és május 8-áig véleményezze a tervezetet. Az észrevételeket a buszmenetrend@székesfehérvár.hu e-mail címre várják.